Több vita van mind a mai napig a második magyar hadsereggel kapcsolatban. Az egyik vita, hogy ezt a hadsereget eleve a halálba küldték, vagy az egyik ilyen hát, közkeletű megállapítás. Azt azóta már talán tudjuk, hogy az akkori viszonyok között elvileg a legjobban felszerelt hadsereg volt Magyarországon, de mégis szerepet játszott a vereségében, hogy a magyar hadsereg az alapvetően egy ilyen védelemre vagy honvédő háborúra berendezkedő hadsereg volt? Itt nyilván hosszasan lehetne beszélni arról, hogy egyrészt ugye ez a történet, hogy eleve halálra ítélték őket Münich Ferenc és társainak a megfogalmazása, pontosabban 1958-ban megjelent egy könyv a második magyar hadsereg megsemmisülése a Donnán címben, ez Münich írt előszót, aminek az üzenete az volt, hogy az ország szegény sorsú baloldali zsidó és egyéb, most én így mondom, polgárait összegyűjtötték, odadobták feláldozni a fasizmus áldozataként, vagy a fasiszták áldozataként a szovjet vörösségnek. Ez nem felt meg a valóságnak. Ha abból indulunk, és ez a hosszabb része a dolognak, hogy Trianon milyen korlátozásokat vezetett be, és a magyar haderőt miként és hogy lehetett fölépíteni, akkor azt kell mondani, hogy a volt magyar királyi honvédség gyakorlatilag 1938-ban kezd úgymond fejlődni és kezdik fejleszteni. Addig természetesen már túllépik a trianoni előírásokat, a 35 ezer fős létszámot, vannak azért repülők, megjelennek a minimális mennyiségben és minimális technikai szintű harckocsik is adott esetben a honvédségbe. De ahogy Szombathelyi Ferenc 1942-ben fogalmazott, amikor tárgyalások zajlottak arról, hogy egy jelentősebb magyar katonai erőt kell a németek rendelkezésére bocsájtani, akkor azt mondta, hogy a magyar királyi honvédség gyakorlatilag 1943 végére, de még inkább 1944 elejére lesz abban a technikai és egyéb szinten, amit egy modern háború megkövetel. De azt is tegyük hozzá, hogy ebben a modern háborúban nagyhatalmak, Németország, a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és így tovább vesznek részt, és minden más kisebb ország lett, legyen az Románia, Szlovákia, Magyarország és így tovább. Olaszországot ugye a nagyhatalmakhoz illene sorolni, de azért nem ugyanaz a szerepük és a helyzetük, mint az említett országoké. Nincsenek olyan technikai helyzetben, hogy a 21. században sem lehet összevetni Svájc, Egyesült Államok és Magyarország hadereinek a felkészültségét és színvonalát. Hát akkor még inkább áll a kérdés, hogy miért a magyar hadsereg ment a szovjetek feltartóztatására? Hát nem csak a magyar volt ott, hát a magyar hadsereg egy, hogy nem, fegyvertársi rendszerben indult háborúba volt ott, és legyünk őszinték, hát nem kell másra gondolnunk arra, hogy 1938 és 1941 között a területi visszacsatolások az ország elvesztett részeinek, illetve részének egy részeinek visszaszerzése során német-olasz támogatást kapott Magyarország, ennek következtében szerezhette ezt vissza, és a németek benyújtották a számlát. Mert először még ugye nem számoltak 1941-ben a magyar honvédséggel, mondván, hogy a magyaroktól, ha valamit kérnek, azok viszont kérnek valamit. És amikor 1941. decemberében Moszkva előtt a Wehrmachtot megállítják, jelentősen visszavetik, kiderül, hogy nincs világháború, fölértékelődik minden más fegyvertárs országnak az ereje, lett legyen katonai, gazdasági és így tovább, és a németek mindenki, ez, ha szabad így mondani, odafordulnak, és ez az odafordulás ez nem egyszerűen egy egyszerű kérés, hanem sokkal inkább egy bizonyos kényszer, és el kellett dönteni azt, hogy Magyarország enged ennek a kényszernek, vagy ne adj Isten, tegyük azt fel, megpróbál úgymond ellenállni, amit nehezen tartók valószínűsítek, főnek akár politikai, akár katonai értelemben, és mondjuk 1942-ben Magyarország megszállt ország lesz. A lehetséges ellenállási formák közé lehet egyébként sorolni azokat a tárgyalási fordulókat, hogy ezt lehet egyáltalán így nevezni, is, ön is említette az előbb Szombati nevét, de azért többen voltak akár a magyar hadsereg vezetésében, akár a politikában az olyanok, akik jelezni igyekeztek a németek felé, hogy hát, hogy fogalmazok, nem jó ötlet pont a magyar haderőt kiküldeni a Donhoz. Magyarország megpróbálkozott mindennel, tehát Szombathelyi Ferenc honvédvezérkarnak, Párdosi László, aki akkor miniszterelnök és egyben külügyminiszter, vagy a honvédelmi miniszter Barta Károly is. De gyakorlatilag ugye azt szoktuk mondani, és ez nagyjából megfelel a valóságnak, hogy a németek szinte a teljes magyar haderőt, tehát a magyar királyi honvédség egészének a frontra küldését követelték. Ez sikerült körülbelül egyharmadra elakulni. Most a kérdés az, hogy az egyharmad sok vagy kevés. Nem lehet eltekinteni attól, hogy egy ország abba a szövetségi rendszerbe tartozik, bár szövetség nem volt Magyarország és Németország között, tehát a Gosztonyi Péterféle egykori fegyvertárs kiszerzés aztán nagyon jól fedi a valóságot. Azzal nem lehetett ennél jobban, ha szabad így mondani, kibújni. Az egy másik dolog, hogy 1941. novemberében már sikerült a Kárpát csoport, illetve a gyorsadtest alakulatainak egy részét visszahozni, de ekkor ez az említett bizonyos moszkvai vereség, és nem csak Magyarország, de a finnek, a szlovákok, a románok, önkéntesekkel a horvátok, illetve a spanyolok is ott voltak, vagy Olaszországon, meg nem önkéntesekkel volt ott. Tehát ne feledkezzünk meg arról, hogy ilyen rendszerből nagyon nehéz kijutni. Természetesen a magyar vezetés abban reménykedett, amikor
eldőlt, hogy 1942. április 11-én kiindul a frontra a Magyar Királyi II. Honvéd hadsereg, az egyik az akkori létszáma, mint egy 207 ezer fő volt katona és munkaszolgálatos, hogy reménykedtek abba, hogy majd a megszálló feladatokat, vagy megszálló feladatokat kell ellátniuk, azaz nem az első vonalban lesznek, és nem a nagy hadműveletekbe vesznek részt. Amikor a hadsereg parancsnoka Jáni Gusztáv hitleri fővadiszállásra ment, akkor szembesült 42. májusában azzal, hogy igenis a második hadsereget is a németek a nagy nyári offenzívába kívánják bevetni, ezt meg is tették, és amikor ez az offenzív elakadt, és fölkészültek úgymond a védelemre, akkor több mint 200 km széles arcvonalat bocsátott el a Szóért bíztak a második hadseregre, aminek a megtartása, fenntartása ilyen létszámmal és ilyen technikai eszközökkel szinte lehetetlen volt. Nem véletlen, hogy Jáni megállás nélkül utánpótlást, kiegészítést, arcvonalrövidítést kért, és ezt elmondta a honvéd vezérkarfőnökének, Szombathelyi Ferencnek a látogatásakor, elmondta egykori Ludovika és hadiskolai társának, Nagy Vilmos honvédelmi miniszternek, jelezte ezt a hadsereget szintén meglátogató Hennyei Gusztával tábornagynak, ment a németek fel ez a jelzés, de nem volt mit hozzátenni, nem lehetett többet küldeni, mert nem volt. Akkor ha már itt Jáni Gusztávot több gondolatmenetben is említette, azért engedje meg, hogy kitérjünk rá, amennyire a mi időnk most egy ilyen beszélgetésben engedi, mert ha jól láttam, akkor azért a magyar időkben napokban megjelent írása is az ő személye köré épült, illetve azt a kijelentését, vagy azt a parancsát elemezte kicsit, amikor a végsőkig való kitartást várta el csapataitól, miután látta, hogy visszavonulásra nem fog engedélyt kapni a hadirányítástól, és ez volt az a kijelentése, vagy ez volt az a megfogalmazott elvárása, amit sértőnek éreztek más a Magyar Királyi 9. Honvéd Könnyű Hadosztály, 13. Honvéd Könnyű Hadosztály vezetői? Így van, Jáni, én azt gondolom, hogy egy lelkiekben összeomlott parancsnok akkor, amikor megfogalmaz ezt a parancsát, amikor azt mondja, hogy a második hadsereg elvesztette becsületét. És természetesen, hogy azok, akik az első vonalban harcolnak, még mindig kitartanak, miközben a németek és az olaszok visszavonulnak, és így tovább sértőnek találják, és Jáni is rádöbben, amikor látja ennek a hadseregnek a teljesítményét. Ami nem azt jelenti, hogy ez a hadsereg győzött abba a csatában, nehogy azt gondoljuk, vagy abba a hadműveletben, ami ott volt, mert ugye van, aki már azt mondja, hogy addig megyünk, hogy megnyertük. Nem nyertük meg. Ez a hadsereg ott elveszítette. A kérdés ugye mindig azt a katonai szempontból elemeznénk, hogy a szovjet vörös hadsereg elérte a kitűzött céljait, vagy sikerült ennek a hadseregnek azoknak a céloknak az elérésében valamilyen szinten megakadályozni. Na most Jáni úgy érezte és úgy látta, hogy a hadsereg fölbomlóban van, legalábbis az a helyszín, ahol ő járt, és akkor jönik meg ez a parancsa, de amikor megismerkedik a tényleges teljesítménnyel, amikor különböző seregtest parancsnokok jelzik, hogy ez nem így van, akkor Jáni visszavonja ezt a parancsát, mi több kétszer is, és megköveti azokat a katonákat, akik ott harcoltak és vesztették az életüket a Doni hadműveletben, vagy pedig ebben a 43. január-februári harcokban. Én azt gondolom, hogy egy felelősséggel bíró parancsnoknak alaposabban át kellett volna gondolni, de hozzá kell azt is tenni, hogy ennek a parancsnak az értelmében nem veszett el több katonánk vagy munkaszolgálatosunk. Ez erkölcsileg volt alapvetően megalázó, hiszen ennek a parancsnak például egy olyan pontja, amikor azt mondja, hogy vegyenek példát a munkaszolgálatos alakulatokra, amelyek fegyelmezetten menetelnek és vonulnak vissza, amelyek közül egyébként voltak olyan alakulatok, illetve olyan munkaszolgálatosok, hogy akik fegyverhez jutottak, harcoltak a szovjet csapatok ellen. A későbbi emlékezetpolitika, és akkor itt zárjuk ezzel a beszélgetésünket, már említette már egyébként, sőt valahol itt is kezdtük a fasizmus billogával, a későbbi emlékezetpolitika hogyan kezelte ezt a tragédiát, a következő 20-30-40 év? Hát legyünk őszintén, ahogy az egész két világháború közti Magyarországot, meg kell nézni az 50-es, 60-as évek publikációit, fasiszta Magyarországról, utolsó csatlósor, mindenféléről beszélnek. Az első, ha szabad így mondani, talán túlzás ez a kifejezés, fénysugár az, amikor Nemes Tűzi Istvánnak megjelenik a Requiem egy hadseregért című könyv 1972-ben. Ő már eljut oda, hogy a katona az lehet tisztességes, csak a tisztek meg a tábornokok gonoszak, meg német származások, meg fasizták egy picit, nem ezeket a szavakat használja, de ez elindít egy folyamatot, hogy aztán Sára Sándor krónika sorozata az egy óriási lelki fölszabadulást jelentsen ebbe az országban, amit aztán amikor leállítanak a televízióba, újra kezdik a szovjet nagykövetség, tiltakozik és így tovább. De a 80-as évek második felében, amikor már messze szabadabban dolgoztak a történészek, akkor alapkutatások folytak, és meg kell ismételten említenem, hogy Szabó Péter kollégámnak
ha jól emlékszem, 1992 vagy 93-ban jelent meg először a Donkanyar című kötet, amik a második hadsereg történetét földolgozta, és azóta többször napvilágot látott, de hozzá kell tennem, hogy a publikációt, vagy bocsánat, a publicisták, újságírók, politikusok általában nem ezeket a könyveket forgatják, hanem a 60-as, 70-es években meg határozott, hogy abban az időben keletkezett létszámadatokat és egyebeket használják a beszédeik során, mert nem ehhez nyúlnak vissza, tehát ezért vannak fantasztikus 200 ezer fős veszteségek, és így tovább. De gyakorlatilag azt kell mondani, hogy ezen a hadseregen keresztül is egy országot bélyegeztek meg és ítéltek el, miközben pontosan tudjuk és jól tudjuk, hogy a két világháború közti Magyarországon sem nemzeti szocialista hatalom nem létezett, sem fasista hatalom nem létezett. Egy sajátos, korlátozott parlamenti demokráciával rendelkező vagy létező ország, amelyik aztán 1939-ben az általános egyenlő titkos választójog alapján választotta meg azt a parlamentet, amelyik gyakorlatilag a második világháború végéig Magyarországon a közhatalmat ilyen értelemben képviselte. De most akkor azt jól érzem a mondandójából, vagy a hangjából, hogy azt ön kritikának tartja, vagy tehát kritikaként kell ezt most értelmeznünk, hogy rossz szakirodalmat, forrásközpontúság szerint rossz szakirodalmat használnak a történészek? Nem, a történészek nem egészen. Ha valaki beül a levéltárba és megnézi az adatokat, de ha előveszi Szabó Péter könyvét, akkor hadd mondjak egy konkrét példát. Megvan az, hogy 1943. január és április között mi volt a vesztesége a második hadseregnek. Megközelítve 42 ezer hősi alatt is eltűnt, 28 ezer hazaszállított sebesült, és a szovjet rádió adatai szerint 27 ezer hadifogoly. Ez azért mégsem 200 ezer fő legalábbis szerintem. Az egész időszakot veszük, tehát belevesszük 42. áprilisától 42. december 31-ig, ez a szám természetesen nagyobb. Összességében azt lehet mondani, hogy mintegy 130-140 ezer főre tehető a hősi halott, az eltűnt, a sebesült és a hadifogoly. Tehát ez teszik, és nem 140 ezer, és nem tudom mennyi a halottak száma. És én azt gondolom, hogy ezekre feltétlenül oda kellene figyelni, és nem csak a számadatokra, hanem arra, hogy egy más szemlélet van. Tehát senki nem mondta azt, és nem szabad ezeket a katonákat, munkaszolgálatosokat abban az értelemben kilökni, én így fogalmazik a nemzet múltjából és az emlékezetből, ahogy ezt megtették az 50-es és a 60-as években. Ezek az emberek kötelességet teljesítették.